Szép jó estét kívánok! Ünnepi beszélgetéseink sorában Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetője a vendégem. Szervusz! Tisztelettel köszöntelek! Szervusz! Én is szeretettel köszöntöm a nézőket! Hát sok-sok ígéző vár ránk most ebben a beszélgetésben, de hát először is arról kéne szót ejtenünk, hogy a koronavírus járvány mennyire viselte meg a csapatokat, az Igény a Szabad Színház csapatait, gondolok itt a nagyokra, kicsikre, prikulicsokra és a még kisebbekre. Hát nagyon, mert egy évvel ezelőtt Zoom színházat tudtunk csinálni, és karácsonyra készítettünk egy közös mese összeállítást, ami alatt azt értem, hogy a kicsi és a nagyobbik utánpótlás csoport, valamint a vasvári csapat, tehát három csapat fogott össze, hogy ez a mese létrejöhessen, a Kis Csillag meséje. És ezen kívül még a vasvári színpad csinált egy kis ilyen etüdszerű összeállítást, az is nagyon jó pofa lett, és egész végig Zoomon tudtunk próbálni, és aztán a legeslegelső bemutató a vasvári csapattal egy Antigoné volt úgy, hogy tulajdonképpen 4,5 próbánk volt, hogy az iskola udvaron tökéletesítsük azt, amit a Zoomon csináltunk, de hát ezt úgy kell elképzelni, hogy én befotóztattam a vasvárisokkal az iskola udvart, hiszen a gyerekek se jártak iskolába, és akkor arra rajzoltam fel a járásokat, és így próbáltunk, hogy gyakorlatilag kiszámoltuk, hogy milyen hosszúak az útvonalak, és hát mivel még akkor egy ilyen átmeneti időszak volt, az iskola udvaron csináltuk meg az Antigónét, nagyon nagy sikere volt, szerettük volna ezt almás fűzítőn is játszani, mert az volt a következő produkció, ahol ez a római, hát illetve hát a római ünnepkörbe ez belefért volna valamilyen módon, hát mégiscsak egy ókori darab, még ha a görög is, de hogy ez lehetett volna, de aztán ott sajnos ez elmaradt, betegség miatt, viszont Ázeumban fölléptünk kétszer is az idén, ugye Gorziumban elmaradt a Florália, és hát így meg tudtuk csinálni az idén Ázeumba Floráliát, el tudtuk vállalni, és a tűzünnepet is nyáron. És elkezdtünk a felnőtt csapattal Zoomban próbálni. Solymosi Zoltán rendezte a Lány, aki hozott lélekből dolgozott című előadást, ami aztán a fesztiválokon is szerepelt. Valamint ugye Somos Ákos elkezdte az igézőben próbálni, de szintén ők is először Zoomon kezdték el próbálni az örökséget, ami Svegte Mihály darabja, és nekünk pedig abba kellett hagyni a több szereplős előadásaink próbáját, ami azért volt számomra nagyon, hogy mondjam, lélekbe markoló, mert közben a Katona József Színház is bemutatta ugyanezt az előadást, holott mi előbb elkezdtük próbálni. De hát nagyon remélem, hogy nem mindenki jut el a Katonába, meg a másik, hogy minden előadás egy kicsit más, tehát, hogy aki azt látta, azt is érdemes megnézni. Ez egy dán darab, a Mesteremberek, amit majd reményeink szerint a következő évad elején, hogyha úgy alakul a helyzet, akkor végre be tudunk mutatni. Na, visszatérünk majd ezekre a darabokra nyilván, csak abba kéne arról beszélnünk, hogy ugye az online forma az a Szabad Színházra jellemző, és azt gondolom, hogy rendkívül népszerű is. Tehát ez most megerősítést jelentett, azt hiszem, ebben az időszakban számotokra. Gondoltunk rá, hogy valami másik formanyelvet is kipróbálunk, mondjuk a báboknál működik ez jobban, mert a báboknál egy kicsit ezt jobban tudtuk adaptálni, mint az egyébként a nem erre a formára, vagy nem erre a formanyelvre létrejött előadásoknál, de most úgy tűnik, hogy ezt hosszú távra kell kikísérletezni. Nyertünk is egy ilyen pályázatot az NKA-tól, az a címe, hogy Színház simogató, amelynek az egyik célja az, hogy visszaszoktassa a közönséget a színházba, másrészt meg, hogy megtaláljuk azokat a formanyelvi sajátosságokat, ami ilyenkor bevethető, hiszen teljesen mást kell csinálni egy webszínháznál, egy online színháznál, hiszen a színház lényege a közönség, hogy egy olyan reakció és egy olyan oda-vissza kommunikációs szituáció jön létre,
ami egyszeri, ami megismételhetetlen, amit az akkori előadás pillanata produkál. És ezt ugye nagyon nehéz visszahozni az online térbe. Viszont működik, és ez nagyon-nagyon fontos. Tulajdonképpen furcsa volt ez az év azért is, mert teljes zárlat volt, utána kinyitottunk, és augusztus, hála Istennek az ünnepkör, az augusztus 20-ai ünnepkör tájékán azért már volt nyitott, és ennek kapcsán ugye kell, hogy beszéljünk a Pro Civitate díjról is, hiszen augusztus 20-án azt átvehetted. Én azt gondolom, hogy ez megint csak egy megerősítés egy színházzal foglalkozó, ráadásul egy ilyen színházzal foglalkozó embernek. Igen, nagyon boldog voltam, hiszen a Szabad Színház tevékenysége nem csupán a színházi tevékenységben merül ki, nagyon fontos a színházi hagyományőrzés, amit azt gondolom, hogy az országban egyedülállóan mi csinálunk ilyen formában, ahogy csináljuk, és hát van egy csomó olyan város marketing, vagy identitásformáló és közösségfejlesztő projektünk, mint például a Mesélőházak, amelynek az idén lesz vége, ami arról szól, hogy történeteket teszünk házak mögé, és egyúttal a Mesélőházak egy újfajta színházi kísérletet is felszínre hozott, ez pedig az emlékezett színház lesz. Kicsit emlékezett színházas volt már nekünk az élőképes krónika is, hiszen a város épületeihez, helyszíneihez kötődő történelmi helyszínekről és az ott történt eseményekről beszéltünk, de most a házakhoz kötődően fogjuk ezt megtenni, és hát miután az igéző a Basa utca egy szám alatt van, és van egy kiváló szerzőnk, Bobori Zoltán, aki megírta a gyerekkorát erről a házról és az ott lakókat, én azt gondolom, hogy nagyon helye lenne egy ilyen emlékezett színházas előadásnak, és nagyon különleges lenne a fehérváriak számára, hogy kik éltek abban a házban, és milyen érdekes történetek voltak. És emellett még szintén egy kortárs szerző, Borbély László nevét kell megemlítenem, aki pedig a régi Budapest Fiume Városliget viszonylatába írt egy nagyon, nagyon jó kisregényt vagy prózát, amelyből hát egy közös munka eredményeként születik egy előadás. Én a La Finita Commedia címet szerettem volna neki adni, de aztán azt menet közben most lefoglalta egy hangszínház, nem pontosan ebből a történetből, úgyhogy most egy másik címet fogunk Borbély Lászlóval keresni, de nagy örömmel vágott bele ebbe, és kaptam tőle két másik előadás tervezetet is, tulajdonképpen két dráma forgatókönyvet, amelyek szintén nagyon érdekesek, és olyan Szabad Színház karaktereire szabottak, úgyhogy még nem kizárt, hogy azokat is meg fogjuk valósítani. Úgyhogy én ilyenkor nagyon boldog vagyok, amikor így kortárs szerzők, meg a mi társulatunk egymásra talál. Hát ugye a H. Jánosról már beszéltünk, igen, a lány, aki hozott lélekből dolgozott, de egy kicsit még menjünk vissza. Én nagyon örülök neki, hogy ezek, tehát egy ilyen jövőképe van a Szabad Színháznak. Egy kicsit menjünk vissza augusztus 20-ára, annál is inkább, mert hogy a Magyarok Tündöklő Csillag a Királyok Napok keretében ez mindig rendkívül fontos számunkra. És különlegeset hozott, mert mindig fantasztikus érdeklődés kíséri, például hát Estefán király legendája. Én azt hiszem, hogy ma már Székesfehérvárt, a belvárost ez jellemzi leginkább. Igen, igen, hát pont erről beszéltünk most a programszervező egyik új munkatársával is, Harcos Edinával, hogy nekem az volt az elképzelésem, és Siklósi Gyula mindig erre tanított bennünket, hogy a város középkori arculatát erősítsük, azt mutassuk meg, és talán még az előző városvezetők, mondjuk Balsa István kivételével kevéssé értették azt, hogy a város történelmi egyházi turizmushoz kötődő arculatát erősíteni fontos, mert hogy ezek azok az értékek, amelyekre lehet építeni, és az ipari város arculat mellett nagyon fontos ezt fölépíteni, hiszen hogyha megnézzük a demográfiai adatokat, és megnézzük az ipar 4.0-nál tartunk már a gazdaságnak a jövőképét, akkor azt látjuk,
hogy a foglalkoztatás az a szolgáltató szektorba fog áttevődni, és főként itt a női foglalkoztatásra is gondolok, hogy a szakképzésre, hogy mik azok a foglalkozások egyáltalán, amivel ma egy fiatal lány fog tudni boldogulni. És egy városvezetőnek mindig ebben is kell gondolkodnia, hogy a szolgáltatást föl kell építeni. És mi lehet ez a szolgáltatás? Hát itt vagyunk, a saját értékeinkre tudunk építeni, itt van egy hatalmas történelmi kincs a lábunk alatt, amit észre kell vegyünk, amit fejlesztenünk kell, és bizony a turizmus lehet az a szolgáltató szektor, amely kiteljesítheti, és a turizmus, valamint a kulturális szolgáltatások szektora, kezdve akár tényleg a turisztikai attrakciókon keresztül, most gondolok itt csak, hogy színházat is belevonjak, vagy érthetőbbé tegyem azt, amiről beszélni szeretnék, hogy például a vacsora színházak, utcaszínházak, hangversenyek, vagy akár a jazz koncertek, amelyek már mind elkezdődtek, kiteljesítése. És nyilván, hogyha mi nyerjük az Európa Kulturális Fővárosa projektet, ez gyorsabban menne, de nem baj, hát nem kell megtorpannunk, ezeket kell fejleszteni, ezeket kell fölépíteni, tehát a kulturális szolgáltatások és a kreatív iparban rejlő lehetőségek szerintem nagyon jó adottságokkal bírnak Székesfehérváron. Tehát ki kell jönni a színházból, ki kell jönni a múzeumból, megtenni az utcát, ha úgy tetszik. Így van, ezért is csináltuk mi ezt a mesélő házak hangzó utcai múzeum. Tehát minden olyan dologgal kísérletezünk, ami ebbe az irányba megy. Noha nem lehet mindig érteni, mindig az akkori kor, vagy az akkori vezetők nem mindig értik, hogy én, nekem milyen törekvéseim vannak hosszú távra, én egy ilyen innovátor vagyok, de azért megpróbálom nem feladni ezeket a dolgokat, és elmagyarázni, hogy miért fontosak ezek. Egyébként ehhez a gondolatsorhoz kapcsolódik a Szabad Színház jelenléte is, hiszen nem kell nekünk nagy színház mindig feltétlenül, és ez bizonyítja az elmúlt évtizedek is, hogy a Szabad Színház működik. És ráadásul olyan darabokat mutattok be, és most itt egy rövid felsorolás, hiszen azért függetlenül mindentől a Három Erdődi, a Pánik és a Lány, aki hozott lélekből dolgozott, óriási sikert aratott. Igen, igen. Hát ugye azért is mentünk el ebbe az irányba, hogy kevesebb szereplős kamara előadásokat hozzunk létre, mert egyfelől volt egy generáció, vagy van egy zajlik egy generációváltás a társulatban, örömteli események következtek be, sok kisbaba született, ugye a 30-as generáció egy kicsit kivonódott, és ezért sem lehetett a nagy sokszereplős darabokat, másrészt a pandémia miatt is, hogy bár egy közösségben voltunk, egy ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt, szociális közösségnek, vagy karantén közösségben voltunk, hiszen együtt próbáltunk, máshova nem jártunk vállaltan, és hát mindezen szempontok alapján most jobbat tett az, hogy kevesebb szereplős darabokat vállaltunk be, noha nagyon-nagyon szeretünk együtt játszani. Tehát imádjuk a sok szereplős előadásokat most is, amikor az adventi produkciók elkezdődtek. Hát látni kellett volna a próba hangulatát, amikor olyan emberek is, akik egész évben nem játszottak, Törsök Márta, Magony Imre, Kövesi Tünde végre összeszabadultak, és ott a Kobolt Karácsonyi Titkát próbáltuk a karácsony estén, ráadásul Mártinak három unokája is az előadásban, szóval nagyon-nagyon boldog pillanatokat szereztünk egymásnak abban a pár órában is, amíg csak próbáltunk. Igen, jó ez a csapat mindenképpen, és ráadásul az is fontos, hogy megerősödött bizonyos értelemben a kapcsolat a Vörösmarty Színházzal is. Gondolok itt elsősorban, hát eddig is a Trianon az feltétlenül megerősítést jelent, az Ítélet és Kegyelem pedig nem különben, ugye. A Perely uramból született, Sobor Antal regényből született román adaptációból, ugye Szikora János rendezte ezt a filmet,
Tehát ez is egy plusz mindenképpen. Mondom. Igen, igen. Hát régen is volt nagyon jó kapcsolatunk a színházzal. Ez tulajdonképpen ott tátongott egy luk vagy szakadék, amikor a szurdi éra volt a színházban, mert ugye ott hát volt egy olyan színitanoda a háttérben, aki pótolni tudta, és hát ugye az volt a színházvezetés érdeke, hogy nekik biztosítsanak szereplehetőségeket, és így akkor mi hátrébb kerültünk a rangsorban, de most nincs ilyen preferencia, és Szikora János is nagyon boldogan dolgozik velünk, vagy akár melyik rendezőt említhetném, vagy színészt. Eljárunk az előadásokra, megbeszéljük az előadásokat, most legutoljára a Pisztácia és Magyarót láttuk, és utána beszélgetünk a szereplőkkel erről az előadásról. Szóval nagyon jó a kapcsolat, azt lehet mondani. A fesztiválok viszont elmaradtak részben, de a Pál István Fesztivál volt sajnos Börcsöke Enikő nélkül. Igen. Hát Enikő halála a 2021-es év elején, éppen a születésnapján nagyon megrázott bennünket. Hát ugye székesfehérvári vonatkozása is van ennek a szomorú eseménynek, hiszen Enikő itt diákoskodott, és a mi társulatunknak volt hosszú ideig tagja, később mentora, és nekem személy szerint is jó barátnőm, és hát aztán ennek okán is a család engem kért fel, hogy a búcsúztatáson a Székesfehérvárra vonatkozó részeket én mondjam el, és aztán Rudolf Péter, Robert Frank Pál és Hegedűs D. Géza volt még a búcsúztatók között, ez is zárt körben zajlott ez a temetés, viszont mondom a székesfehérváriaknak, hogy a székesfehérvári önkormányzat megtiszteltetésnek érezte, hogy a család úgy döntött, hogy Székesfehérváron helyezi örök nyugalomra Börcsök Enikőt, és a város egy 10 sírhelyet adományozott Enikőnek, úgyhogy a Béla úti temetőben ez látogatható, és reményeim szerint ez is majd egy poi pont lesz a 10 sírhelyek, és hát egy QR-kód segítségével hasonló tematikában, mint a mesélőházak, hogyha valaki temetői sétát tesz, mint például a Farkasréti temetőben, akkor a fehérvári hírességeket is meg tudja majd nézni, és az életútjukat, tehát hogyha valaki esetleg nem tudná, hogy kit kell tisztelni a díszsírhelyen fekvő, vagy nyugalomra helyezett személyben, akkor ezt majd ott a helyszínen akár meg tudja. Hiányzott, viszont megint olyan volt a fesztivál, mint régen, mondom ezt a régent. Természetesen kicsit más volt, hiszen másként készültek a színjátszó csapatok, társulatok, viszont a színvonal nem változott. Én azt gondolom, hogy megint egészen kivételes volt. Igen, igen, és hát megalapította a szervező Péntek Három Teátrum a Börcsök Enikő díjat is, amelyet szintén egy Fehérvárhoz kötődő rendező, jelesül Kis Péter darabjának a főszereplője kapta, amitől én nagyon boldog voltam. Egyébként ez majd most látható az igézőben, egy Kafka átirat, Én a féreg címmel. Igen. És hát Kis Péter, ő a Triász harmadik tagja, ugye van egy operaénekesnő, van egy gitáros, Kis G néven, és Kis Péter pedig rendező a kis testvérek közül, akik szintén ismertek Székesfehérváron. Itt ezzel meg is érkeztünk a mostani decemberhez. Ugye volt a Kobolt karácsonyi titkamesejáték a Szabad Színházban, hát ez a gyermekes szülőknek egy biztos, hogy egy nagy pluszt jelentett, a gyermekeknek pedig feltétlenül. Viszont ahogy már említetted, december 16-án lesz a Én a féreg, és utána még 17-én és 19-én is lesz két előadás, erről beszélünk. A Petszonra gondolsz? Igen. Petszon karácsony, igen. De a karácsonyi ünnepek sorában hát elmaradhatatlan a mindenki által ismert Petszon és Findus történet. Én nagyon remélem, hogy meg is tudjuk tartani, de hát minden nap figyeljük az éppen aktuális járványügyi adatokat, előírásokat, és ennek tükrében döntünk az előadásokról. Hát most ez a terv, hogy meg lesz ugye az öreg Findus, az öreg Petszon macskájával, Findusszal él együtt,
és hát beszélget a cicával, de a macska mindig csak akkor válaszol, amikor ők egyedül vannak. Tehát egy-egy ilyen kis szimbolikus dolog az egyedül élő embereknek a tiszteletéről, szeretetéről szól, és fölhívja a figyelmet arra, hogy kopogtassunk be, vigyünk át egy tálca süteményt, vagy kérdezzük meg, hogy mit tudunk segíteni, hiszen ez a mese is az összefogásról és a közösségről szól. Az öreg Petszon megsérül, tulajdonképpen a bokaszalagja lazul ki, és ezért nem tud lábra állni, és a szomszédok segítenek, hogy mégiscsak legyen igazi a karácsony, és hát mindezt Findus segítségével, de Findus csak nyávog, amikor idegen ember van, vagy szomszédok vannak, csak az öreg Petszonnal beszélget, ők ketten egy sajátos nyelven beszélgetnek egymással, és hát ugye állat is van a mesében, szeretet is van, jó adag, közösségi összefogásról szól, úgyhogy igazi sikerdarab, a gyerekek nagyon szeretik. Ezt én írtam színházi előadásra, tehát a meséből egy adaptációt láthatnak a nézők. Tehát akkor egy szép karácsony lesz. Én ebben bízom, és hát bizakodjunk abban is, hogy 2022-ben eltűnik a koronavírus. Én legalábbis reménykedem benne, mert nagy szükségünk lenne most már a nyitott terekre. Judit, köszönöm szépen, áldott szép karácsonyt kívánok az egész családnak, illetve a Szabad Színház valamennyi szereplőinek, kicsinek és nagynak egyaránt. Köszönöm szépen, én is áldott szép karácsonyt kívánok minden székesfehérvárinak, és persze azoknak is, akik valamilyen módon Székesfehérvárhoz kötődnek, hiszen nekem szívügyem Székesfehérvár. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Vendégem Nagy Judit volt, a Szabad Színház művészeti vezetője ünnepi beszélgetéseink sorában. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!